Elnök úr, tisztelt kollégák, köszönöm a szót, köszönöm a meghívást, és köszönjük az ötletet, hogy a rendszerváltásokról beszélünk egész, ahhoz egész 20. században, mert hiszen valóban mindegyik ilyen megbicsaklás, vagy sorsforduló, nevezzük akárhogy, én nyomjam? Igen, nem hát nem én nem, nem tudom, nem 30 másodpercen kérdések tudtak segíteni. Nem Bocsánat. Nem tehát ezek a sorsfordulók megérdemlik a rendszerváltozás, vagy a rendszerváltoztatás kifejezést, bár némelyik nagyon rövid ideig tartott. Az én tisztem, hogy a hagyományosan rendszerváltozásnak nevezett folyamatokról, 89-90-es folyamatokról beszéljek, elsősorban a, a, a 89-es esztendőről. Elnézésüket kérem, hogy nem vagyok olyan, mint idő, idősebb George Bush 89 júliusában, aki ketté tippta a papírját és úgy beszélt, mert nagyon félek, hogy kiszaladok az időből és a professzionális kollégák előtt lebőgök azzal, hogy sokkal többet beszélek, ezért szövegű szeretnék maradni. Tehát 89 a, a, az, a, az, az az esztendő, amelyik a magyar történelemben a pozitív emlékképeink fennmaradását e, jelenti számomra és sokak számára, hiszen a visszáságok mellett a múltkutatók egyik feladatának tűnik, hogy azt a csodát, amit a 89-es rendszerváltók véghez védtek és megéltek, rontatlanul és lehetőleg hitelesen segítsenek továbbadni, megértetni az események mozgatórugóit, és ismertetni tegyék a rendszerváltás lényeges személyeit. A viták, az ellenségeskedés, és a visszaságok, a felszín alatt zajló elsősorban gazdasági folyamatok bemutatásán mellett hangsúlyozni kell, hogy a magyarok többsége 89-ben régvárt várt katarzist élt át, mely leginkább a hatalmas közösségi élményt jelentő tömegtüntetéseken manifestálódott. Ez volt a legkézzelfoghatóbb része a dolognak. 89. március 15-e, június 16-a és október 23-a voltak éppen a, az 56-os félbeszakadt katarzis folytatása volt. Itt kapcsolódnék és Zsuzsanna előadásához. Valóban ez volt a közösségi ív, ez volt az érzés. 89-ben volt az emberekben egy olyan gondolat, hogy Szinte nem is történt meg az a 40 év. Ez elképesztő volt. Én gyerek voltam, de a szüleim együtt kint voltam szinte mindenhol, tehát első kézből emlékszem erre a bizonyos élményre, amit nagyon fontosnak tartok továbbadni. Közös felelősségünk az, hogy a, ezt az élményt a fiatalabb generációk is átérezzék, és képesek legyenek azonosulni vele. A nagy kérdés, hogy miként érhetjük el ezt? Mi a szellemi értékek a hagyományok befogadásáról a jelenlegi tapasztalatunk? Az, es, az eseménytörténetet a kutatók munkájának köszönhetően a folyamatok főszereplőinek elbeszéléseiből egyre inkább ismerjük. Éppen ezért ma a múlt kutatás egy, egy másik problémájára hívnám fel a figyelmet. Ez pedig az események, a korhangulat, a korabeli történelmi élmény átörökítésének feladata, a szellemi átadás átvétel munkája. Az információk kigyűjtése, elénktárása, feltárása a több ezer, több, most már lassan tízre számba menő interjúkban való feldolgozása, ez megtörténik, folyamatos. De mi a helyzet a befogadó oldallal? Azzal az oldal, ahol az emlékezet és a tudás magvai hullanak, vagy hullaniuk kellene? A dilemmám a társadalmi fogadtatás szempontjából a következő. Vajon az a szellemi kulturális közeg, amiben azok a generációk élnek, melyek személyesen nem érték át 89-et, lehetőséget teremte arra, hogy őszintén és elmélyülten átérezzék 1989 jelentőségét, mondjuk úgy, ahogy a 90-es években átérezték a fiatalok 56 rezonanciáját. Tehát ez egy érdekes kísérlet lenne, hogy a 90-es években is most ezt 30 évvel, 90-es évek előtt volt 56, és most 30 évvel ezelőtt történik 89. Vajon milyen hatással csapódik le, sikeres-e az átadás, átvétel folyamata, vagy van-e valami probléma? Ha nincs, és minden rendben, akkor nincs különösebb problémák dolgunk ezzel. De ha nem, ha ez nem tökéletes, vagy nem megfelelő, nem tűnik úgy, hogy ez jó, akkor milyennek az oka? Előadásom második felében térnék erre a nyitott kérdésre vissza. Milyen fontos eseményekre kell tehát a közösségi élmény szempontjából emlékeznünk? Véleményem szerint az év vezérvonala fontos, tehát ezt három ívre lehet felfűzni. Az első és legfontosabb és leginkább tartós emlék és élmény és prioritás az ellenzéki erők törekvései, a pártok, a kerekasztaltárgyalások, a megegyezések, az a fajta, nyugodtan mondhatjuk -e, polgári gőzhenger, amit beindítottak az ellenzéki erők a rendszer megdöntése, megváltoztatása érdekében. A második a közösségi részvétel, a tömegdemonstrációk sora, a, mely a rendszerváltás társadalmi legitimációját adta. Ez a társadalmi legitimáció hiánya, vagy kérdés, ez többször felmerült már Ötkös Istvánnál, Szerencsés Tanár úrnál, sőt Náné Mihálynál az elején, hogy nincs jelen, beszél mindenki arról, hogy mögöttem áll a nép, de nem állt mögöttük senki. Tehát a 89-ben, mikor, sőt 88 nyarán, mikor kimegy majdnem 200 ezer ember, több százezer tüntetések, majdnem két havonta követik egymást, a, a tömeglegitimáció érzékelhető volt. Ez, ez egy fantasztikus erejét adta az egész folyamatnak, az egész évben, egészen a, a választásokig 90-ig. 89. január 28-án Posga Imre, az MSZNP PB tagja, államminiszter, ugye interjút adott a 168 óra a rádióműsornak, kijelentette, hogy 56-os eseményeket népvelkelésnek ne kell nevezni, és Nagy Imre szerepét vitatottnak ítélte. Posgai sürgette az utóbbi 15-20 év és általában a korszak hibáinak elemzését, de kijelentette, hogy személyes leszámolásra nem lehet szó. Ez a pár mondat nagyban meghatározta az esztendő további hangulatát. Ebben az évben, tehát amint beszéltünk, pont itt tart a PPT, nagyszabású, gátszakadásszerű volt ez a március 15-i ünnepség. Százezrek emlékeztek meg országszerte békésen és szabadon. Budapesten a Nemzeti Múzeumnál először az MSDP és az FKGP képviselője is beszédet mondhatott az MSMP mellett. Akkor még beszélt az állampárt képviselője is. Körülbelül 60-80 ezer ember vonult a Petőfi szobortól a térre, ahol jelképesen lefoglalták a, a, a magyar televíziót, és, és Cserhalmi György, mindenki emlékszik, felolvasta 12 tize, pontot, az új Mit kíván a magyar nemzet követelését. Valódi népképviseletet, több pártrendszert, semleges, semleges és független Magyarországot követelt. Ez az irat. A hivatalos tömegtájékoztatás nem számolt be, vagy hiányosan és torzítva az egész eseménysorozatról. Ennek az erőfelmutatásnak lehetett a következménye, hogy március 22-én létrehozták az ellenzéki kerekasztalt, melyben az elsősorban a független jogász fórum kezdeményezett, és ezt ő szervezte meg. Az ellenzéki tömörülések közül a legerősebbek, az MDF, az SDS, a Kisgazdapárt és a Fidesz erőiket egyesítve, erős tárgyaló tudtak fellépni a, az állampárttal szemben. Április 19-én eldőlt, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek, tudnak kezdeményezni, hajlandó leülni velük az MSZNP. A két fél június 10-én egyezett meg arról, hogy nemzeti kerekasztal alakul, és háromoldalú tárgyalások kezdődnek a civil szakszervezetek és egyéb harmadik oldal erejének képviseletével a parlamentben az alkotmányos rendszer átalakításának szándékáról. Ez volt a hivatalos megnevezés. Megállapodtak a békés átmenet programjában és a többpárti szabadválasztások kiírásában. Ez egész nyáron folyt ez a kerekasztal megbeszélés. Itt döntöttek a sarkalatos törvények formájában, a, a ezeknek kodifikációjával a, 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 saját szándékaik egyesítéséről, és az ősz folyamán ezt aláírták, kivéve az SDS és a Fidesz, mert ők vitatták a köztársasági elnök megválasztásának mikéntjét. Ez többnyire közismert tény, de ugye itt azért érintsük, hogy ez a négyigenes népszavazás, ami november 26-án lezajlott, ez volt az első szabad referendum, a itt a 45-től kezdve idáig évtizedekig tulajdonképpen nem volt lehetőség urnahoz járulni, úgyhogy semmi kontroll, nem az MSZNP győz 99 akárhány százalékkal, tehát ez, egy, ez azért egy, egy nem kevéssé értékelhető momentum volt. Itt győztek egyébként ugye az igen szavazatok mind a négy kérdésben, a munkásőrség, a munkai kivonulás a pártnak, és a negyedik pont a szakszervezetek, bocsánat, a, most hirtelen akartam mondani, a pártvagyonoló elszámolás, ez már korábban eldőlt, de a, a a köztársasági elnököt ezáltal az országgyűlés választásának hatáskörébe utalta a, a népszavazás. A szocialista típusú diktatúrák közös jellemzője volt a szinte hermetikus határok felállítása. Ne felejtsük el, hogy igazából vasfüggöny létezett itt évtizedek óta a keleti blokk országai és a nyugat között, a ki- és beutazások teljes kontrollja volt jellemző. Ezért volt szimbolikus jelentőségű és nagyon valóságos lépés is egyszerre, hogy május másodikán a műszaki határzár bontása, bontását megkezdték az osztrák-magyar határon, Kőszeg közelében. Ez a felszínen lezajló régen Gorbacsovi enyhülési folyamat részeként volt értelmezhető, és szovjet-magyar egyeztetések nélkül elképzelhetetlen lett volna egyébként. A június 16-ai nagy megemlékezés Nagy Imre és mártírtársainak temetése az, az volt tulajdonképpen a kicsúcsosodó, közös katartikus pont legfontosabb élménye 89-ben. Itt a a, a, itt különböző uh, civil politikusok uh, és uh, illetve hát ellenzéki erők képviseli mondtak beszédet Gönc Árpád, Vásáré Miklós, Rácz Sándor Méc, Mécs Imre, Zimányi Tibor Király Béla és Orbán Viktor Orbán ugye közismerten uh, szókimondó uh, bátor beszédet tartott a szovjet csapatok kivonulásáról uh, itt elkezdtek viharsebességre gyorsulni az események zajlanak a kerekasztal tárgyalások nyáron és uh, van egy transzcendens jelentőségű esemény július 6-án a legfelsőbb bíróság elnöki tanácsa kimondta Nagy társai ügyében született ítéleteket hatályon kívül helyezte, és az érintetteket bűncselekmény hiányában felmentette. Mi a transzcendens, hogy ezekben az órákban hal meg Kádár János, és ezzel tulajdonképpen szimbolikusan is lezárul egy 33 éves folyamat Magyarországon, 33 éves korszak periódus Magyarországon. Kádár, aki régen látogatását mindvégig ellenezte, nem érte meg, hogy a következő amerikai elnök George Bush július 11 és 13 között Magyarországra látogasson. Bush az állami vezetők képviselőjével is találkozott, és ez nagy lökést adott ennek a folyamatnak, ennek a most nevezük demokratizálódási folyamatnak és a nemzeti kerekasztal tárgyalásainak. Van egy harmadik, a szál, amit most a nemzetközi események sodorvonalából kiemelek, ez a keletnémet állampolgárok tömeges Magyarországra érkezése, akik különböző helyszíneken nyitott táborokba várják sorsukat, jobbra, sorsuk jobbra fordulását. Augusztus 19-én ugye a páneurópai piknik elnevezésű rendezvény, amit az MDF és az osztrák páneurópa mozgalom szervez, áttörik a határt, 300 keletnémet állampolgár átmenekül Ausztriába, és ekkor egy, tulajdonképpen egy ilyen gátszakadás szerűen ez a helyzet elkezd megoldódni, egyébként csak szeptember 11-én véglegesen, mert a magyar kormány szeptember 11-én nulla órától engedélyezte az NDK állampolgárok tömeges kiutazását a nyugati országokba. Ugorjunk vissza még augusztusra, hiszen nem lennénk teljesek, és nagyon méltatlanul járnánk el akkor, hogyha a Tőkés László szerepét nem említenénk meg. Hogy 28-án Romániában a Vallásügyi Főosztály menesztette tisztségéből Tőkést, Temesvári lelkészként, aki folyamatos, bátor és rendszerellenes megnyilvánulásaival, és ennek csúcspontjaként a panoráma című TV műsornak adott interjújával, komoly éket vert a romániai, romániai, rendszer falába, és ezzel egyébként, hogy augusztus végén ez kulminál, az erdélyi magyarok menekült hullámmal járó kálváriája és csúcspontjához csúcs közeledett, mert nem csak a keletnémetek, de tudjuk jól, hogy, hogy a Maroson keresztül és egyéb útvonalakon rengeteg magyar érkezett Erdélyből menekülve, és ez is egyfajta nyomás alá helyezte a rendszert. Az évtized végére a magyar gazdaság teljesítmény meredek zuhanása kezelhetetlen méretű államadóságot eredményezett. Kicsit az árnyoldalakról is beszéljünk. Ezzel párhuzamosan a magánszféra működésének erősödése volt tapasztalató, melyel együtt jelentkezett az állami vagyon magánkézbe történő átjátszásának folyamata. 1989 nyarán az MSZNP beismerte, hogy közvetlenül mintegy 8,3 milliárd forint állami vagyon birtokol, Kezelő, kezelő, joggal rendelkezik, ez persze az ő beismerése, hát emögött más számok mutatkozhattak. Ezekkel a, ezekkel a hírekkel érkezett meg az MSZNP negyedik kongresszusa tulajdonképpen, melynek során október 7-én az MSZNP kimondva jogutód nélkül feloszlatta önmagát. Megalakult a Magyar Szocialista Párt. Az új párt sokáig tagadta, de tulajdonképpen az MSMP vagyona fölött diszponált, és ezáltal jogutóddá vált. Ezzel a lépéssel a posztkommunista párt és Holdudvara évtizedes, szinte leküzdhetetlen előnyre tett szert, amit privatizációs manőverekkel, valamint az állami, állami, állami vagyon saját KFT-be való játszásával gigászi méretűre növelt. A drasztikus politikai változásokat nem tudták azonban megakadályozni az MSZNP vezetői, de lassítani próbálták és érdekeik szerint formálták azokat. Ebben a felfokozott légkörben érkezett el október 23-a az első valóban szabad és felszabadító erejű megemlékezés ideje a forradalom 33. évfordulóján. Délben a Kossuth téren Szűrös Mátyás kikiáltotta a magyar köztársaságot, de este egy tulajdonképpen közösségi szem, szemlélettel és közösségi élmény szempontjából még nagyobb hatású esemény, egy hatalmas első szabad tömegtüntetés szerveződött a Kossuth térre, ahol, ami egy esti tüntetés volt, kísértetiesen hasonlatos, amikor Nagy Imre beszélt a néphez 56-ban, október 23-án itt viszont már elhangozhatott az a mondat, hogy soha többi kommunizmust. És ez ez tulajdonképpen ezeket a folyamatokat a vékép végké, eldöntötte és nem teljesen visszafor, irreverzibilisé tette ezt az állapotot az Nem lennénk uh, 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 eseményhűek ahhoz, az előbb volt egy Dunakörös uh, fotó, hogyha a Bős-Nagymarosi uh, vízlépcsőrendszer elleni uh, demonstrációkat és tömegtüntetéseket nem, nem emelnénk ki, mert ez tulajdonképpen az a negyedik uh, csoportja szerintem a tüntetéseknek, amik végig meghatározták, például a szeptember-októberi nagy tüntetések Dragon Park kisgazda képviselő szervezésében. Amelyek, amelyek, igazi civil mondani valót és töltést adtak 89-nek, sikerült is. Október 31-én az országgyűlés határozatot hozott a vízlépcsőrendszer magyarországi munkálatainak végleges leállításáról és a 77-es csehszlovák szerződés módosításáról. A gazdasági problémák elképesztő súlyosan húzódtak meg a háttérbe. Tehát ez az a, ezek azok az események, amit az előbb felsoroltam, amikre, amiket így büszkén és nagy, hogy mondjam, entúzianizmussal lehet átadni a fiatal generációknak, de nem lehet amellett elmenni, hogy például Német Miklós bejelentette az országgyűlés november 21-i ülésén, hogy Magyarország bruttó külföldi államadósága, ez a hivatalos adat megint 20 milliárd forint, és a nettó államadóság pedig 14 milliárd dollár. Egyben elismerte, és ez nagyon lényeges, hogy még a 80-as évek közepén is hamis adatokat közöltek az államadóságról. Attól tartva, hogy elriasztják a külföldi befektetőket. Lám, már 80-as évek közepe is külföldi befektetők. Ugye, tehát hol van, hol van ez még a társasági törvénytől? November 26-án tartották meg ezt az említett népszavazást, a négyégenes népszavazást, és így ezáltal a parlament kezébe adták a döntést a köztársasági elnökről és fejezzük be az eseménytörténeti felidézést a 89-es esztendőig egyik legválságosabb geopolitikai szintén Romániában, ahol a Tök és László melletti tüntetések fegyveres konfliktussá dagadtak, és a szimpátia tüntetések mellett december 25-én a hadsereg átá átállásával megbukott a rendszer, Nikolai Ceausescu-t rögtönzött perben kivégezték, és feleségével együtt ugye, kivégezték. A nemzetközi vonal nagyon fontos lenne nyáron, júniusban a Tiananmen tér, Peking, Kína, ősszel a Prága, Berlini fal, tehát lehetetlen az egész szerű addig szinte állóvízként álló politikai eseményeket egyszerre megidézni. Ezt tényleg időhiányában nem tesszük. Viszont az árnyoldalról beszélnék egy pár szót még továbbra is, hiszen nem lennénk teljesen hitelesek, hogyha ezt nem tennénk meg. Tehát a 88-ben 88 -ben elfogadott társasági, társasági, törvény keretei között megkezdődött az állami vagyon magánkézbeadása. Vagy már jóval előbb, hogy Borvendig Zsuzsa nemrégi cikkében olvastuk, a Novotréd ügy révén és a 80-es évek közepén már számos, tulajdonképpen informális, búvóbatak szerű megoldásokkal megpróbálták a külügyi, külügyi, külgazdasági vonalon ezeket az állami részeket leválasztani a közvagyonról és privatizációra előkészíteni. Tehát ebben a, ebben a, ebben a hangulatban és ebben a folyamatrendszerben történt meg a befolyási struktúrák átörökítésének, átcsúsztatásának kísérlete és megvalósítása, ami egyébként az egész következő évtizednek a gazdasági keretrendszerét, mozgásterét meghatározta. Mindezt persze a pártkáderek bölcs türelmessége és a reformistának és technokratának beállított szakértői hozzáállása kísérte. Az átmenet elrendezése, elrendezetlen kérdéseinek nyomán egy 20 éves felemás jellegzetességet öltő rendszer jött létre. A demokratikus jogállami keretek létrejöttek, tehát szabad választás volt, parlamentáris demokrácia alakult ki, alkotmánybíróság alakult, a bírói függetlenség a hatalmi ágak szétválasztása megtörtént. A jogi szempontból a rendszerváltozás megtörtént és sikeres volt. Más dolog ez a gazdasági háttérfolyamat, amire, amire igazából most az át, átadás átvétel feladata miatt nem térnék ki. Inkább ezt a két percet arra használnám, hogy, hogy tényleg azt a, azt a kérdést, hogy mi a helyzet az összes információ, amit egy ilyen nagy volumenű esemény sorozattal. Átnyújtani kívánunk, megismertetni kívánunk a, 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 a következő generációkkal, milyen akadályokba ütközik. Én szerintem létezik egy olyan információs káosz, ami, amiben mindannyian benne élünk és szembesülünk, csak talán már hozzászoktunk, hogy annyi fajta... Ö, Értékrendbeli információbeli ö, ö, sokassága érkezik az adatoknak, az élményeknek, az érzéki valóságnak, amiben nagyon nehéz tengelyek mentén és értékrendbeli közösségi élmények tengelye mentén kialakítani egy olyan, olyan ö, ö, véleményklímát, egy olyan emlékezeti klímát, ami mondjuk szimpatikusá válhat megismerhetőnek, egyáltalán megérthetőnek, egy megértendőnek egy fiatal számára. Nem a szakma iránt szorosan érdeklődőkről beszélek, most nagy általánosságban egy kulturális helyzetről beszélek az országban. 15-20 éve megkerülhetetlen az internetnek a dominanciája, ami egy hatalmas kaput nyit a világ hogy mondjam, hát információs strádájára minden vonatkozásban, de ez egy olyan őskáoszt is tud eredményezni, ami miatt lényegi események jelentéktelenné válhatnak. Tehát egyszerűen azt mondják az emberek, hogy igen, értem, amit mondasz, de engem az mondjuk az a bulvárkulturális, az a, az a harsánykulturális válasz és, és közegrendszer, ami, amiben élek, és ami ér nap, mint nap, jobban érdekel, jobban leköt. Nem egy-két fekete-fehér fotó, akármilyen heroikus ö, személyekről van szó, és, és nagy dolgot tettek, nem írja az inger küszöbömet. Ez szerintem egy óriási probléma. Kérdés, hogy miért, egyáltalán miért fontos ezeknek, a, ezeknek az emlékeknek, az élményeknek a megőrzése? Azért fontos, mert ezek a, ezek a csomópontok kohéziós erőt jelentenek. Ez erőt ad, és egyfajta összetartozás érzését jelenti, ami, ami, ami Szerintem megkerülhetetlen egy, egy, egy modern közösségi élet jövőbeni elképzelése számára. Ez egyébként minden történelmi sorsforduló szempontjából igaz, akár 56, akár korábbi nagy volumenű és nagy formátumú személyekhez, eseményekhez köthető. Tulajdonképpen azzal zárnám, hogy azért fontosak ezek a dolgok, ezeknek a dolgoknak a, a hiteles és mélységében való továbbadása, mert a szemtelenség és a közöny az egyik legfontosabb ellenségünk, de ez nem csak a tudományra igaz, hanem a, a bármilyen olyan elmélyült információ befogadását igénylő területre, ami, ami hosszabb figyelmet igényel, mint mondjuk 5-10 perc az interneten. Köszönöm szépen a figyelmüket!